Közép-Európa legnagyobb csirkefeldolgozó üzeme a Master Good. A kisvárdai központú cégnél erre az évre nagy célokat tűztek ki. 70-71 millió darab csirke levágását tervezték, ami az idehaza feldolgozott mennyiség 40-42%-a. A koronavírus járvány azonban felülírta számításaikat, jelenleg úgy látják, éves szinten mintegy 8-10%-kal lesz kisebb a levágott csirke mennyiség, mint eredetileg tervezték. A vállalkozás ügyvezetője az általa gazdasági balesetként definiált visszaesés fő okáról beszélt televíziónknak. A mi termelésünknek mennyiségben 45, értékben 50-55%-a export. És az exportvevőink is, többek között a európai McDonald's láncok, több mint 6000 McDonald's étterem van Európában, ezek közül 5950 egyik napról a másikra bezárt, és az odaszánt csirke termékek azok maradtak Kisvárdán, maradtak a hűtőraktárakban, de az úgynevezett horeca, tehát a hotelek, restaurantok és a büfék forgalma is hiányzik a palettánkról. A vezető hozzátette, a kereslet visszaesésével rövid idő alatt a napi levágott csirke mennyiség 40%-a mehetett a fagyasztóba, majd onnan a fagyasztóraktárba. A múlt hét eleje óta már javult a helyzet, több a megrendelésük, ahogyan nem csak idehaza, hanem több más országban is kezd visszaállni az élet a normális kerékvágásba. A drasztikus csökkenés tehát megállt. Bárány László szerint július 2. hetére, augusztus elejére tudják elérni a tervezett heti 1.300.000-1.400.000 darabos csirkevágás teljesítését. Az elmúlt időszakban egyébként a vállalatnál is megjelentek a honvédelmi irányító törzs szakemberei, akik az ügyvezető szerint segítő szándékkal álltak hozzájuk. A honvédség azért jött, hogy akár logisztikai, akár szervezési, akár bármilyen gazdasági típusú nehézségben a prioritás a számunkra szükséges és elvárható elsőbséget biztosítják. Például volt olyan helyzet, hogy kérni kellett a segítséget egy külföldről beérkező célszerszámgép, főgép alkatrész az ismert logisztikai problémák miatt nagyon nehezen akart beérkezni, és ezt bizony elintézték nekünk, hogy ezt soron kívül megkapjuk. A vállalkozás kisvárdai üzemében mintegy 1200-an dolgoznak, közülük 50-80 ember morzsolódott le az elmúlt 3 hónapban, helyükre új alkalmazottakat nem vettek fel, de úgy tervezik, nyáron vissza tudják őket venni. Koronavírusos megbetegedés a cégnél nem történt. Bárány László szavai szerint vigyáznak a dolgozóikra, és évtizedek óta odafigyelnek az élelmiszer biztonságra és higiéniára. Összefoglalva az időszak hatásait, a vezető azt mondta, a turizmust és vendéglátást érintő korlátozások nélkül meg sem érezték volna a járványt, mivel napi fogyasztási cikkeket gyártanak, amelyekre nem csökkent a lakossági kereslet. Mint fogalmazott, nagy baj nincs a cégnél, de az eredeti terveiket nem fogják tudni idén teljesíteni.